Tervezők, kivitelezők, műszaki ellenőr és az önkormányzat képviselői járják a Salgótarjáni Beszterce tér felújítással érintett területeit, hogy átbeszéljék a feladatokat. A lakótelep központi részét a közelmúltban teljesen felbontották. Az elmúlt 30 év legnagyobb beruházásának kezdtünk neki, mint egy 2 héttel ezelőtt itt a Beszterce lakótelepen. Jelen pillanatban egyébként ez a városban zajló legnagyobb beruházás is, és óriási öröm nekünk beszterceieknek, nekem is, mint a Beszterce lakótelep képviselőjének, hogy egy 3 évvel ezelőtt elkezdett munka, lobbizás, folyamatos tárgyalások, egyeztetések eredményeképpen sikerült azt elérni, hogy 450 millió forintból felújítjuk a hátam mögött látható Beszterce teret, illetve hozzányúlunk és felújítjuk a Beszterce tér szomszédságában lévő gyermekkertutat, és a helyiek régi igényének megfelelően kialakítunk egy új közösségi teret is, amiben egy új étterem is helyet kap. A kivitelező cég Salgótarjáni, így a munkák közben felmerülő problémákat folyamatos kapcsolattartással lehet egyeztetni, orvosolni. Emellett garancia az is, hogy a város költségvetésében is biztonsági tartalékot is képeztünk emellé a beruházás mellé, tehát felkészültünk minden egyes vészforgatókönyvre már most, ami ennél a kivitelezésnél előfordulhat. Nem csak, hogy garancia a kivitelező személye, hanem bármikor bizalommal fordulhatunk hozzájuk, hiszen helyi vállalkozót sikerült megbíznunk. A közösségi teret is Salgótarjáni vállalkozás alakította ki és újította föl, és a mögöttem lévő több száz millió forintos beruházást is egy közbeszerzés eredményeképpen, hála Istennek, Salgótarjáni beruházó, kivitelező cég nyerte el és csinálja. Én úgy gondolom, hogy ezt fontos megjegyezni, hiszen jogos igénye a salgótarjániaknak az, hogy amennyi pénzt csak tudunk, ne csak úgy tartsunk helyben, hogy felújítjuk a tereinket, felújítjuk az épületeinket, hanem úgy is, hogy a salgótarjáni vállalkozásokat is lehetőséghez és esélyhez juttatjuk. A 450 millió forintos beruházás a tervek szerint október végén készül el. Most feltűnően jól haladnak egyébként a kivitelezők, hiszen a idézőbe téve egyszerűbb részénél tartunk a munkának, pusztítanak. Tehát konkrétan most felszedik a betont, felszedik a beton alatt lévő földet, eltüntetik azt, ami az elmúlt 30 évben nagyon szerettünk, de nagyon megkopott és felújításra szorult. A munkák következő fázisa az új rétegrendek kialakítása lesz, és hozzá kell nyúlni a közművezetékekhez. Saját beruházásban és elnyert uniós támogatás eredményeképpen dolgozni fog a területen a Salgóvagyon Kft. Is. A távhővezetékek cseréjének időtartamát 1,5 hónapra tervezik. A problémát az jelenti, hogy sajnos ennek a lebonyolítását, kivitelező kiválasztását államosították, így az, hogy ki lesz a kivitelező, és egészen pontosan milyen ütemezés szerint kezdhetjük el, ezt odafönt Nagy Budapesten döntik el. Folyamatosan ütjük a vasat, és folyamatosan hajtjuk a központi állami szereplőket, hogy de nekünk nagyon fontos lenne, hogy ez kezdődjön el, hiszen nyilvánvalóan az a logikus, hogyha egy térberuházás alatt, amikor föl van szedve a tér, akkor hajtjuk végre a távhőberuházást, ugyanis és azt bátran kimerem jelenteni, hogy én egész biztosan nem fogom azt engedni, hogyha a tér le van téve, akkor utána egy 1,5 évre rá, 1 évre rá felszedjék a vadi új teret. Elindul hamarosan az Émász beruházás, és hamarosan felújítási terület lesz a Gyermekkert utca, valamint az Ybl Miklós út területe is. Nagyon kemény napok várnak a besztercélyekre, és nagyon nagy türelem kell ehhez. Kérem a beruházások okozta problémák ügyében a lakosság türelmét és megértését. Ígérem, hogy a kapott eredmény kárpótolni fog ezért a türelmért.